Szia! Sok szeretettel köszöntelek a Spirulina 50 Challenge, vagy Spirulina 50 kihívásnak az utolsó részében. És hát eltelt 30 nap, eltelt egy hónap. Amikor elkezdtem ezt a kihívást, nem hittem, hogy valaha is eljön ez a pillanat, hiszen még én is kicsit aggódva kezdtem bele ebbe a dologba, hogy vajon mi fog velem történni, mit fog kiváltani ez az egyébként nagyszerű táplálék kiegészítő. De azt kell, hogy mondjam, hogy elmúlt egy hónap, itt vagyok 30 nappal az első videó után, és azt érzem, hogy energikusabb és feltöltődöttebb vagyok, mint valaha. De még mielőtt belekezdenék bármibe, hiszen azt ígértem, hogy ez a mostani rész ez csak és kizárólag az egy hónapos tapasztalatokról fog szólni, gyorsan bevenném az utolsó 50-et, amihez természetesen már előkészítettem a nagyon finom lemonzit. És gyorsan meginnám ezt az 50, vagy beszedném ezt az 50 spirulinát, hogy mégiscsak azt tudja mondani, hogy igen, hogy most vagyok túl 1500 spirulinán, és akkor már beszélhetünk a tapasztalatokról. Úgyhogy egy kis türelmedet kérem, gyors leszek, ígérem. Már itt bekészítettem különben magamnak. Meg volt 20. 20 szem spirulina az utolsó 50-esből. És akkor az utolsó 10-es 1490 után jön az utolsó 10-es, ez a 10-es lesz az 1500. spirulina, amit ebben a 30 napban elfogyasztottam. És le is ment. Na hát, örülök én is egyébként, hogy túl vagyok rajta, mert tényleg vártam már ezt a videót, hogy el tudjam mondani tényleg, hogy milyen tapasztalatokra tettem szert. És hát már többen jeleztétek vissza, hogy hát igen, tök jók ezek a videók, de hogy térjünk a lényegre. Úgyhogy most kizárólag a száraz tények fognak következni. Ha megengeditek, akkor puskáznék, mert tényleg itt 4-5 nagyon komoly tapasztalatom, és nem akarom egyiket se kihagyni a nagy lendületben. Úgyhogy itt felsorakoztattam magamnak. Az első az nem más, mint a nyugodt és mély alvás. Erről talán a második részben már beszéltem, hogy nekem ez egy nagyon váratlan tapasztalat volt. Erre pont nem számítottam. Sokkal inkább számítottam arra, hogy nem fog tudni aludni, mert hogy annyira túlpörgeti a szervezetemet a spirulina, hogy nem fog tudni elaludni, folyamatosan pörögni fog az agyam, folyamatosan forgolódni fog, de nem ez történt nagy meglepetésemre, hanem tényleg gyakorlatilag arról volt szó, hogy este 10 és fél 11 között egy ilyen nagyon jó leső álmosság tört rám, amit ugye a második részben is elmondtam, és onnantól kezdve, hogy befeküdtem az ágyba, gyakorlatilag az esetek 90%-ába pillanatok alatt elaludtam. Ami tényleg egy nagyon nagy tapasztalat, hiszen én tipikusan az a srác vagyok, aki ha befekszik az ágyba, akkor alsó hangon még egy fél órát tuti bütyköli a telefonját, Facebookozik, Instagramozik, csetel a haverjaival, és most pedig tényleg az volt, hogy befeküdtem, és mint akit fejbe lőttek, gyakorlatilag már aludtam is.
Úgyhogy számomra ez nagyon pozitív tapasztalat volt. Nem tudom, hogy mindenkire így hatna-e. Lehet, hogy más valakire, akinek valahogy máshogy működik a szervezete, lehet, hogy ő pont nem tudna tőle aludni, nem tudom. Mindenesetre velem ez történt, és ezt teljes mértékben a spirulának tudom betulajdonítani, hiszen egy hónapig így volt, azelőtt pedig gyakorlatilag nem tudom hány évig, pedig máshogy. Szóval, hogy érezhető volt a változás. Na de a második nagyon fontos tapasztalat, amit egyébként vártam is természetesen, az a spirulinának a méregtelenítő, illetve a tisztító hatása volt. Ez nem jött egyébként egyből, meglepő volt számomra. Egy pár napot, körülbelül egy ilyen 4-5 napot kellett várnom, mire úgy megindult ez a tisztító folyamat. És hát, hogy szépen fogalmazzak, gyakorlatilag arra kell gondolni, hogy a különböző emésztési folyamataim egyrészt felgyorsultak, másrészt pedig megsokasodtak. Talán így tudok a legdiplomatikusabban fogalmazni. Itt tényleg arra kell gondolni, hogy nagyon sokszor jártam WC-re is, és hát pucolt eszméletlenül a spirulina. Úgyhogy ennek nagyon örültem egyébként, mert én nagyon jól tudom magamról, hogy néha én is elcsábulok, veszek műanyag kaját, meg chipset, csokit, stb. Nem vagyok szent. És éppen ezért nyilván minden emberben, így bennem is halmozódnak a méreganyagok, amik nem biztos egyébként, hogy természetesen úgy kijönnek az emberből, és ezért nekem nagyon jó volt ez az 50 spirulina egy hónapig, mert most úgy azt érzem, hogy talán teljesen kitisztultam, vagy kipucolta belőlem azokat a méreganyagokat, vagy salakanyagokat a szervezetemből, amik nem oda valók. És hát biztos vagyok benne, hogy ez másnál is abszolút működik, mert ilyen mennyiségben abszolút ez a hatása, vagy van egy ilyen funkciója a spirulinának. És egyébként körülbelül fél távnál, nagyjából úgy 2 hét után volt egy olyan tapasztalat, ami nagyjából másfél napig tartott, szóval szerencsére nem volt komoly, de megjelentek ilyen allergiás, vagy allergiaféle kiütések a bőrömön, kezemen, lábamon, oldalamon, és hát úgy nem nagyon tudtam hova tenni. A spirulinára nem is gondoltam. Igazából így visszapróbáltam emlékezni, hogy mit ettem, mit ittam, hol voltam aznap, de úgy nem jutott semmi olyan az eszembe, amit máshogy csináltam volna, vagy valami, ami ilyen extra dolog lett volna, amit nem mindig csinálok. És hát megkonzultáltuk azért családon belül, meg ismerősökkel, akik azért úgy ismerik a spirulinának a hatásait és a funkcióit, és hát azt a választ kaptam, hogy hát ez bizony amiatt van, mert 50 szem spirulina egy elképesztő dózis a szervezetnek, ami egy nagyon erős tisztítást, egy nagyon erős méregtelenítést indít el a szervezetbe, és hát nem mindig tud természetes úton kijönni a méreganyag a szervezetből, nem mindig tud az ember eljárni PC-re, hogy ez kijöjjön, vagy nem úgy jön ki, hogy természetes úton, hanem bizony van, hogy a nyirokban, a nyirok keringéssel nem jut el, vagy nem ér el a természetes útjára, és bizony bőrön keresztül távozik, vagy próbál meg távozni, és éppen ezért ugye ez egy ilyen viszketős, kiütéses dolog volt, amivel ugye nyilván ilyen úton is jött ki belőlem a méreganyag, úgyhogy szerencsére ez nem tartott sokáig, mondom, egy nagyon maximum másfél nap volt, szóval, hogy így felkeltem, és másnap már nem is láttam semmit, de ez is egy nagyon jó, egyébként én egy pozitív tapasztalatnak tudom ezt mondani, hiszen érezhető az, hogy azért, bocsánat a kifejezésére, a spirulina az nem szarozik, hanem komolyan üríti és pucolja a szervezetet. A harmadik az a túltápláltság és a diéta volt. Na most a diétát itt csak zárójelbe írtam, hiszen én nem diétáztam, viszont azért napi 50 spirulina az nagyon komolyan táplálta a szervezetet és a sejteket, és ugye én azt elmondtam korábban, hogy nagyjából egy hétig vagy másfél hétig én ezt úgy csináltam, hogy a reggeli rutinnal, a reggeli után vagy a reggeli előtt kávé mellett Cordyceps-szel, Ganodermával együtt benyomtam az 50 spirulinát. És hát gyakorlatilag egy ideig nem volt semmi baj, de eltelt nagyjából egy másfél hét, és azt éreztem, hogy a reggelit
semennyire nem kívánom, valamit azért letoltam, hogy mégiscsak elkezdjem a napot, meg hát a reggeli, azt tudjuk, hogy az egyik legfontosabb étkezés, de hogy az ebédet abszolút már nem kívántam. Csomószor volt olyan, hogy úgy mentem el ebédelni, hogy valójában azt éreztem, hogy teli vagyok, és nem tudom, hogy miért megyek el, csak hát ugye bennem volt az, hogy én nem akarok fogyni, mert nem azért kezdtem el, sőt, igazából a mai napig nem is bánnám, ha még egy-két kilót úgy fel tudnék szedni, és azzal tudnék dolgozni, de hát nem tehettem más, elmentem ebédelni, és gyakorlatilag úgy szenvedtem végig az ebédet, az utolsó faltokat már úgy nyomtam le a torkomat, és hát megmondom őszintén, megfordult a fejembe, hogy bejelentkezek nektek itt a YouTube csatornámon, és azt mondom, hogy hát sajnálom, annyira jó a spirulina, lehet így fogalmazni, hogy elindított bennem egy fogyókúrát, vagy egy fogyást, úgyhogy nem is akartam fogyni, és mivel nem akarok fogyni, ezért nem tudom tovább folytatni. Viszont ekkor jött egy nagyon fontos tanács Kecskés Pisti kedves üzlettársamtól, hogy osszam szét a spirulinát, ami azt jelenti, hogy reggel 17-et, ebéd után 17-et, és olyan vacsora környékén, vacsora előtt vagy vacsora után 16-ot vegyek be, és így talán nem fog annyira elteríteni, gondoltam én, és be is jött. Azt kell, hogy mondjam, ugye szétosztottam úgymond az adagokat, és így nem egybe telítette agyon, meg nem egybe terheltem meg úgymond a szervezetet egy ilyen nagyobb mennyiségű szuper élelmiszerrel, hanem szétosztva így ugye volt étvágyam ebéd környékén is, illetve a vacsorát is, vacsorakor is egy ilyen megfelelő mennyiségű adagot tudtam enni. Szóval ez egy nagyon jó tapasztalat volt, úgyhogy ezek után gyakorlatilag bátran tudom ajánlani azoknak, akik fogyókúrázni akarnak, vagy le akarnak dobni pár kilót, hiszen egyébként nekem is sikerült másfél kilót úgy lefogynom, hogy egyáltalán nem akartam, és ha kellett, akkor rosszul létrettem magam, most nyilván kicsit erősen kifejezve. Szóval bátran tudom ajánlani, itt nem is feltétlenül kell 50 darab spirulinára gondolni, lehet akár 20-25-tel is, és mondjuk egy reggelit, vagy egy vacsorát felcserélni, vagy kipótolni egy spirulina szíriallal, ami egy ilyen gabonapelyhes verziója a spirulinának, ugye természetesen tartalmazza a spirulinát, ami mégiscsak azért érzi az ember azt, hogy valamit azért le nyom a torkán, valamit azért eszik, szóval valamivel azért telíti magát. Úgyhogy ez egy nagyon fantasztikus tapasztalat volt tényleg, de hát mondom, én nem ezért kezdtem el, úgyhogy én egy kicsit megijedtem, de utólag igazából ez a három részre osztás, ez egy nagyon jó tipp volt. Úgyhogy ezután is köszönöm Istvánnak ezt a tippjét. A negyedik és az ötödik, ezt így egybe írtam, a plusz fehérje forrás, vagy plusz fehérje bevitel. Ugye minden nap sportolok, minden nap járok edzőterembe, és hát nekem alapból fontos, hogy azért a fehérjét bevigyem a szervezetbe, hiszen tudjuk, hogy az izomépítésnek az alapja, stb. Viszont ezzel az 50 spirulnával ugye egy extra adag fehérjét vittem be a szervezetembe, hiszen egy tablettának a részaránya az úgy oszlik el, hogy gyakorlatilag a 65-70% az fehérje. Szóval 50 spirulinával egy extra dózist tudtam még bevinni a szervezetembe, amit egyébként igenis éreztem, nagyon is éreztem az edzések során, hiszen én tipikusan az ember vagyok, aki a végén elfárad már, és akkor az utolsó gyakorlatok között már így ilyen 2-3 percekig nyomja a telefonját. Viszont most azt vettem észre, hogy azért úgy bírom, nem az van, hogy fú, hát azt a mindenségét, jó, akkor egy kis izé, kis Facebook, kis Instagram, és újra megint belekezdek a következőbe, hanem úgy végig tudtam nyomni, és ezt az energiát, ezt egyébként ugye a hétköznapokban is éreztem. Alapból se gondolom magam egy ilyen lusta, egy ilyen, nem is tudom, couch potato srácnak, aki úgy kell kirángatni mindenhova, meg mindenhonnan, hanem én alapból egy energikus fiatalembernek tudom magamat mondani, de hogy mégis éreztem azt a plusz energiát így a hétköznapokban, attól függetlenül, hogy este ez meg már átcsapott egy ilyen jól eső álmosságban. De hát ez teljesen természetes, hiszen az ember belegondol abba, hogy 4 tablettányi spirulina az 1 kg zöld zöldségnek a tápértékével, vagy a tápanyag mennyiségének felel meg,
akkor azért elég egyértelmű, hogy ezt valahogy érezni fogja, hogy főleg én, aki egyébként sajnos nagyon kevés zöldséget eszek, mert nem vagyok egy nagy zöldségfan, az valamit érezni fog a hétköznapokban, hogy valami máshogy működik, és én ezt a plusz energiát éreztem is. Úgyhogy ez is egy nagyon kellemes tapasztalat volt. Úgyhogy hát nagyjából ez volt nekem a Spirulina 50 kihívás, az egy hónapos kihívás. Sajnálom, hogy ez egy kicsit hosszúra vagy szárazra nyúl, de tényleg mindent részleteire akartam bontani, mindent el akartam mesélni, hiszen nyilván erről szól ez az egész. Azért csináltam, hogy valamit majd egy hónap után tudjak mondani, ne úgy üljek itt, mint egy kuka, és így mondjam, hogy hát igen, nagyon jó volt, köszönöm szépen, hogy itt voltál, szia! Szóval nem ez volt, hanem tényleg az volt a cél, hogy tudjak valami komoly tapasztalatról beszámolni, és szerencsére azért itt 3-4-5 nagyon jó kis tapasztalatot fel tudtam sorolni, és össze tudtam gyűjteni így az egy hónap alatt. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm neked, hogy velem tartottál itt ez alatt a 30 nap alatt, és heti szinten követted az eseményeket, és érdeklődtél a tapasztalatokról és az egész Spirulina kúrának a mikéntjéről. És én azt mondom neked, ha továbbra is érdekel a Spirulina, vagy bármi más információra van szükséged, szeretnél többet megtudni, akkor itt van a weboldalam, dxncareer.com. Itt tényleg minden hasznos információt megtudhatsz, akár a Spirulináról egy letölthető kis füzetet is magadévá tehetsz. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy velem tartottál egy hónapon keresztül, és hogyha extra további tartalmakra vagy kíváncsi, akkor itt a videó aljában fel tudsz iratkozni a csatornámra, és ha megnyomod a kis harangot, akkor még értesítést is küld neked a rendszer. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, szia!